Üdvözlöm, kedves barátaim! Mai videóban beszélünk az erőszak nélkülőségről, a himszáról. Fontos téma, mert ahhoz, hogy valaki békébe éljen, nyugalomba és lelkileg fejlődjen, ahhoz ezt az alapot meg kell értsünk, mert erre lehet építeni a további utunkat. Erőszak nélküliség, vagy erőszakmentesség, szanszkritul úgy hívják, hogy ahimsa. Nézzük meg, hogy védák hol kezdték használni inkább ezt az ahimsát, mert sok ezer év ezelőtt létezett ez a szó, de nem volt aktuális, mert emberek úgy éltek, hogy teljes mértékben erőszakmentesek voltak. És sok ezer év ezelőtt, amikor brámanák vagy a papok végeztek rituálikat, ilyen tiszta tudattal a brámanák tudták áldozatra hozni az állatokat. Általában, amikor állat meghal, akkor a lélek megy egy következő állati testbe, ami lehet egy kicsit magasabb, mint a mostani testbe volt, de nem tud azonnal emberi testet megkapni. Viszont különböző áldozatok, amiket végezték a brámanák, pont teszteltek a mantrákat, mert amikor állatot hoznak áldozatra, és mindenféle speciális mantrákat vibráltak, akkor ezáltal az állatból lélek emelkedett rögtön emberi testbe. De viszont itt volt egy kis engedély, az áldozati állatnak a húsát meg lehetett volna enni. Itt jött a baj, mert a brámanák, a papok rászokták, és elkezdtek ragaszkodni a húsevéshez, és utána már csak azért végezték a ritukat, hogy nemhogy felszabaduljon az állat, és lélek emberi testet kapjon, hanem megegyenek. Ez azt jelenti, ez csak egy címke volt, hogy mi most áldozatot végzünk, de végül arra vártak, mikor már megehetünk annak az állatnak a húsát. Természetesen ilyen esetben, mikor be vannak szennyezetve a papok, a brámanák, akkor az áldozat nem működik. És ez már bűn kategória. És mivel ők a papok, ők voltak a brámanák, az azt jelenti a társadalomnak a tanítói, akkor senki nem tudta őket kijavítani és utasítani, mert ők mondták, bárki, aki mondta is volna nekik, hogy ezt nem lehet csinálni, amit ti csináltok, akkor ők tudtak mondani, várjál, nekünk a mi kötelességeink követni a szentírásoknak az utasításait, és ez a rituáli, ez elő van írva nekünk, mint egy kötelesség. És akkor nem tudta senki mit csinálni. Ez azt jelenti, hogyha degradálnak a
papok degradálnak a brámanák, ők már nem mennek lelki világba, akkor a követői, akik vannak társadalomban, ők sem mennek a fejlődő úton, hanem ők is fognak degradálni. És akkor ez egy nagyon veszélyes állapot. Erre, hogy ez meg legyen oldva, az Úr maga gondolta, be fog avatkozni. És lejött, mint Buddha. Úr Buddha formában jött le, Úr Krishna, és mondta a brámanaknak, védák nem igaz, nem kell követni, ami védában van írva, mert nincs Isten, van üresség, a nirvána, és engem kövessétek. És ő pedig Krishna volt. És akkor elkezdtem mondani nekik, hogy a fő missziótok, ez a ahimsa, erőszakmentesség, szigorú vegetarianizmus. Szóval nem lehet megölni állatokat, nem lehet megenni állati húsát, hanem erőszakmentes, erőszak nélküli élet, lelki életet kell, fel kell világosodni, és ez csak úgy lehet, hogyha nem vagytok, ti mentesek vagytok az erőszaktól. Így előtérbe került az ahimsa szó. És mai napig is ez érvényes, ez az utasítás, mert most már, hogyha akkor, amikor abban az időben volt állatevés, az legalább egy nagyon csökkentett módban volt, egy áldozat formában, most pedig mészárolnak korlátlanul állatokat. Ez azt jelenti, hogy eredményként lesznek a betegségek, lesznek pszichikai, testi problémák, háború, erőszak, agresszió. Az, amit látjunk mostani világban körülöttünk, az állatmészárlásnak köszönhető is. Itt látjátok kiírva statisztikát, hogy naponta, óránként hány állatot ölnek meg a világban. Szóval ezért fontos lenni erőszakmentes, hogyha akarunk békés. Főleg az embernek van igénye szeretve lenni és szeretni. A szeretet, ez egy érzékenység. Érzékeny lenni másokra. Mostani társadalomban azt tanítják minket, hogy csak én legyek magamra érzékeny, nem másokra. Engem nem érdekel, hogy szomszédba halnak meg az emberek, vagy a szomszéd házommal mi történt. Lényeg, hogy nem velem történt. És ez pont ellenkező irányba viszi embert a szeretettől. Mert szeretet, ez érzékeny lenni. És ameddig emberre azt gondolja, hogy mi az a baj, hogy eszek húst, akkor az azt jelenti, hogy nagyon el van tompítva az érzékenység. Amikor valakinek szívébe semmi nem fordul meg, ahhoz, hogy én most mondja, ó, de jól laktam, ahhoz valakit megöltek. Hogyha ez nincs, akkor ilyen ember ne beszéljen szeretetről, mert nem érzékeny. Mert szeretet az azt jelenti, hogy én mások iránt érzékeny vagyok, ha akkor boldogtalan vagyok, hogyha mások boldogtalanok, emberek vagy állatok, és amikor mindenki más boldog, akkor én is boldog. Na ez a szeretet. És ezért igazából riadót kell, nagy riadó van a világban. Le kell állni a húsevésről. Nem kell menni propagandát csinálni, hogy állítsátok le vágó hidokat, hanem hogyha az ember egyszerűen csak leáll a húsevésről, akkor leáll a vágóhit. Mert ezzel, hogy valaki eszik húst, akkor ő csak szponzorálja ezeket. Szóval nem kell kimenni és forradalmat csinálni, és zavarodottságokat kelteni a világszerte. Minél több vegetariánus, mindjárt mondjuk a vegánról is, annál tisztább lesz az életünk is a világ, és akkor, és ez az alap, arra lehet építeni lelki utat, lelki gyakorlatokat, hogy felébresszünk végül a lelki szeretetet, Isten irányi szeretetet. Na mi van a vegánsággal, és mi van a növényekkel, ugye?
növényeket is megölünk, nekik is van lelkük, de először beszélünk a vegánsággal, a tejjel, tejtermékkel. Valakik vannak vegánok, és mondják, hogy az a tejtermék se jó, nem kell, nem szabad enni, nem lehet megemészteni, és így tovább. A védikus rendszer azt mondja, a tej a lelki személyek számára rendkívüli fontos termék, mert azok, akik lelki életet gyakorolnak, lelki életet élnek, azoknak kezd fejlődni finom sejteket, és tehénnek a teje táplálja ezeket a finom sejteket az agyban. Ezért az általában a szentek sokszor semmi más nem ették, de csak a tejet, vagy tejírót ittak, az jó, az védák ajánlanak. Viszont nem olyan tehénnek a tejet és tejterméket, amelyek tehenek megölnek. Hogyha ugyanúgy mi megveszünk boltba tejet, tejterméket, mi szponzorálunk a tehénnek a megölését. Mi a megoldása? Megoldás például Krisna völgy, aki már járt, írjátok kommentekbe, ki már járt Krisna völgyben, és ki volt Krisna völgyi tehénvédelmi központban, ezt is írjátok külön kommentben. A Krisna völgyi tehénvédelmi központ pont ezzel foglalkozik, hogy vannak sok tehén, aki vigyázat vagy gondoskodás alatt vannak, és ezeknek a tehenek a tejet, meg lehet inni, vagy termékeket enni. Ez nem reklám, mi nem hagyjunk el, ez nem biznisz, mi nem csinálunk ebből bizniszt, mert ha elkezdünk bizniszt erről csinálni, és reklámozni, gyertek, vásároljatok tejterméket, akkor mi már kihasználunk a teheneket, akkor ez már nem lesz jó. Ahimsa tej, szóval mi nem vagyunk még vegánok. Hogyha eljöttek mondjuk Szombathelyi Govinda éttermünkben, írjátok kommentekbe, ki már járt Szombathelyi Govinda étteremben, akkor ott fogtok látni, hogy vegán. De gyakorlatilag nem vegán, hanem a erőszakmentes vegetáriánus, de mivel most nem tudjunk jelen pillanatban hozzá jutni a ahimsa tejhez, ezért most vegánból főzünk. De amikor változik a helyzet, és sok-sok olyan tejtermék lesz, ami tiszta, ahimsa, erőszakmentes, amelyiknek a tehenet nem ölnek meg, akkor lesz sok finom tejtermék is, ami a Szombathelyi Govinda éttermünkben. Még egyszer, hogyha nem akarunk kapni ugrakarmat, ez azt jelenti nagyon drasztikus karmaikus visszahatást, akkor nagyon fontos, hogy legyünk vegetariánus. Hogyha akarunk megtapasztalni a szeretetet, mit jelent, hogy szeretni, hogy a lelki szeretet, Isten irányi szeretet olyan csodálatos, hogy maga Istent is vonz. Ő is akarja. Ő is szokott eljönni a földre, mint saját szolga, hogy megízleljen a lelki iránti szeretetet. Ezért, de ezt csak akkor tudjuk megtapasztalni, hogy a mi erőszakmentes életet élünk, ahimszát. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, lájkolni a videót, és nyomjátok meg a csengő gombot, akkor fogtok kapni értesítés új videókról. Nyugodtan osszátok meg a videókat is, mert hogy osszunk meg, akkor egyre több személy hozzájött a védikus tudáshoz, és ezzel is mi egy jótékonyságot csinálunk, mert ami nagyon fontos még, hogyha valaki nem adja át másoknak a lelki tudást, magyarul nem prédikál, az is erőszaknak számít. Szóval isteni tudást osszunk meg, aki milyen tradícióba tartozik, az azt a lelki, szép, csodálatos, eredeti, úgy, ahogy van, nem kitalálva, nem úgy, ahogy van tudás, ossza meg, akkor ez is ahimsa. Köszönöm szépen. Hare Krishna.